spórt Karacsiben, Szent Annai Sikeret, Kupán Gárdán, Abárszalóban. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. április 28-án 18 óra 5 perckor. A város több pontján folyamatosan útfelújítások zajlanak. Erről, az utak állapotáról és a jövőbeli tervekről kérdeztük Szepesi Tibor polgármestert. Mint ahogyan a városvezető elmondta, folyamatosak a város útjain a hideg és a meleg aszfaltos technológiával történő útfelújítások, amire a jó idő beálltával természetesen több figyelem és feladat irányul. A város több pontján is zajlik útfelújítás, hiszen a kátyúzás folyamatosan zajlik, elkezdődött már április elején, és természetesen folyamatosan zajlik majd a város több pontján, hideg aszfalttal is, meleg aszfalttal is. Ebben a kereszteződésben, ahogyan azt már többször is elmondtam különböző interjúkban, három olyan csomópontja van a városnak, amelyet mindenképpen szükséges minél hamarabb rendbe tenni. Ez az egyik, ugye a Kisújszállási út és a Vasút utca sarka, ahol az a csomóponti kereszteződés, tehát a főút és a mellékút kereszteződése, torkolata mindenképpen szükséges, hogy kijavuljon, legalábbis ami a két szélét illeti, illetve természetesen maga az aszfalt felületet is meg kell újítani. Nem fogunk itt megállni természetesen, hiszen a másik két csomópont, a Kisújszállási út, Deák körút, illetve a Vasút utca Széchenyi sugárút kereszteződéseiben is hasonló technikával fog megújulni az útpatka. Mint megtudtuk, a beruházás teljes egészében önkormányzati forrás és a Városgondokság szakemberei végzik a munkálatokat. Azokat az alapanyagokat használják fel, amelyek saját gyártásúak, illetve más felújításokból sikerült megtakarítani, összeszedni. Ezek az alapanyagok többnyire a bazalt kő és a rázókő. Ez teljes egészében önkormányzati forrás. Ugye a Molnár Pál igazgató úr vezette Városgondokság szakemberei végzik a munkálatokat önköltségből, saját forrásból, természetesen felhasználva azokat az alapanyagokat, amelyeket egyrészt ők gyártanak, másrészt pedig más felújításokból sikerült megtakarítani, összeszedni ezek az alapanyagok, gondolok itt a bazaltkőre, a rázókőre, ez fog beépítésre kerülni. Úgyhogy én azt gondolom, a tapasztalatok azt mutatják a már elkészült részen, hogy a Dugár László vezette csapat nagyon jól végezte munkáját, és én azt gondolom, hogy megelégedésére fog szolgálni a város autóval közlekedő lakosságának. A jelen helyzetben most csak a mindennapos testnevelés keretében és a KSH szakosztályaiban tudnak sportolni a diákok. Tudtuk meg Orosz István testnevelőtől. Mint a testnevelő elmondta, nehéz helyzetben vannak versenyzés szempontjából, mert az MDS felfüggesztette a versenyeket. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert az első, úgymond az a Magyar Diáksport Szövetség felfüggesztette a versenyeket. Az első versenyt úgymond az egyéni atlétika versenyt szabadba megtartották, és utána úgymond be is húzták a kéziféket itt a járvány miatt, felfüggesztették a versenyeket. Ezért mi is nehéz helyzetben vagyunk, mert nem tudunk készülni egy versenyre se. Nekünk is azért kisebb is csoportokba tudunk foglalkozni a gyerekekkel. A versenyzőknek nehéz otthoni edzésre motiválni. A feladatokat sokszor a térhiánya miatt nem tudja végezni. Az edzés hiánya látszik a gyerekeken. A tavaly márciustól, ahogy elindult ez a online oktatás, én próbáltam meg, vagyis készítettem is a gyerekeknek ilyen otthoni felkészüléseket, de a tapasztalatom, hogy nem sokan csinálták, vagy végezték el. Ott a gyerekeket azért otthon nagyon nehéz motiválni. Most ha videót is küldünk, vagy edzésanyagot is küldünk, sajnos vagy a térhiány, vagy olyan helyen lakik, vagy él, ahol nem tudja azokat elvégezni, és így egy kicsit úgymond az edzés hiány azért látszik a gyerekeken, mint a szakosztályon belül itt a labdarúgás terén is látszódott nagyon sok gyereken, hogy ez a márciustól júliusi hónapok kimaradtak az edzésekből.
Elindult a focibajnokság, ott lehet látni, hogy a gyerekek edzettsége, teherbírása csökkent. A fizikális felkészültségüket az alapoktól kell kezdeni. A teljes alapokról inkább a fizikális felkészítésre kell teljesen visszamenni, mert fizikálisan tényleg nagyon úgymond csökkent a állóképességük, és ezeket úgymond szépen fel kell építeni, mert ha egyből beleugrasztjuk őket a mély vízbe, akkor izomsérülést, különböző sérüléseket fognak szenvedni. Szépen fel kell építeni, reméljük, hogy volt egy decemberben itt a szakosztályon belül is, én a labdarúgásról beszélnék, hogy szakosztályon belül is leálltunk egy másfél hónapra, és megint online edzésre tértünk át, de most januártól megint elkezdtük a felkészülést, amúgy is a január-februári hónap egy felkészülési időszak, és szépen fokozatosan adjuk a gyerekeknek is a terhelést. Idén a nagy vagy országos versenyt nem merték bevállalni, így majd jövőre próbálják meg. Sajnos igazgató asszonnyal egyeztetve megint ismét felkértek minket, hogy vállaljuk és szerepeljünk a nagy vagyon. Sajnos nem mertük bevállalni itt a járványügyi veszélyek miatt. Se a felkészülés, én úgy értékeltem, itt a felkészülés se tudnánk úgy becsületesen elvégezni, és én szeretek úgy elindulni egy versenyen, ahol tényleg normálisan fel tudunk készülni. Nem akartunk kockáztatni, reméljük, hogy jövőre vagy a következő években tudunk majd szerepelni a nagy vagyon, de most ezt az évet kihagytuk. A Magyar Diák Sportszövetségtől sem kaptak még versenykiírásokat, így nem tudni melyik, mikor lesz megtartva, és mi az, amit bevállalnak a jelen helyzetben. Mezei futóverseny talán, de egyéb atlétikait nem valószínű. Az erőversenyek most iskolai szinten zajlanak, hogy a mozgást ne felejtsék el. Én személy szerint én úgy terveztem, hogy már ebben az évben nagyon nem fogunk versenyezni, esetleg a mezei futóversenyt, vagy az atlétika versenyt esetleg olyan május-június végén meg tudják rendezni, de sajnos a labdajátékokat szerintem nem fogják tudni. Próbálunk itt az iskolában azért készülni, mert vannak reggeli edzések, a focistáknak is kis csoportokba szoktunk foglalkozni, házi versenyeket szoktam szervezni, úgymond tévéből merítem az ötleteket, például az exlatlon verseny most zajlik azért a tévébe, és most erre készülünk a felsősökkel. Havonta volt egy-egy iskolai verseny, hogy megmozgassák a gyerekeket. Szentannai sikerek a Palóc Társaság Magyar Kultúra Napja pályázatán és a Közös Halmaz Alapítvány és a Független Média Központ által meghirdetett 1945 a Mi Történetünk pályázaton. A részletekről Germán János szaktanárt kérdeztük. A Palóc Társaság 25. alkalommal hirdette meg történelmi tanulmányírói pályázatát, amelynek célja a szülőföld iránti hűség erősítése, a magyarság tudat elmélyítése a felnövekvő magyar ifjúságban. Összesen 73 pályamunka érkezett, a díjkiosztó a koronavírus járvány miatt elmaradt. A történelmi pályázatok során a legelső pályázat, melyeken részt vettünk a diákjaimmal, a Palóc Társaság Magyar Kultúra Napja című pályázata, melyet 2021. februárban hirdettek meg. Itt szerencsére nagyon sok pályamunka érkezett be az iskolánktól, és büszkén mondhatom el, hogy nagyon sok tanuló ért el kiemelt eredményeket. Nem elég csak a személyes ismeretek felhasználata, vagy használata, hanem fontos kutatómunkát végezni kell itt a diákoknak. Őt általában tanulmánykötetet szoktak olvasgatni, vagy szakkönyveket, vagy folyóiratokat szoktam én nekik ajánlani, de rengeteg önálló kutatómunka is van az ő részükről. A Szentannai Sámuel Református Gimnázium technikum és kollégium tanulóinak eredményei. Szekér Bence, 10. B-osztályos tanuló, kiemelt első helyezés. Kormos Bence, 10. B-osztályos tanuló, első helyezés. Kardos Krisztián, 12. C, első helyezés. Jónás Dóra, 13/A, első helyezés. Márton Zsófi, 10. A, harmadik helyezés. Majzik Anna Dorottya, 12. C, külön díj. Kovács Dávid, 13/A, külön díj. De nem elég az, hogy esetleg a tanítványaim sikereket érnek el, hanem nekem is egy visszaigazolás, hogy
a tanítványaim sikeres pályázatokban szerepeltek, melyeknek a fontos tanulmányait ők is be tudják építeni később az életük során. A Közös Halmaz Alapítvány és a Független Média Központ által meghirdetett 1945 A mi történetünk című tanulmányírói pályázat a II. Világháborúról és az 1945-ös évről szóló családtörténeti visszaemlékezésekre írt ki pályázatot fiataloknak. Van egy második pályázat szintén, melyet a Közös Halmaz és a Független Média Központ alapítványa hirdetett meg idén márciusban. Ennek a pályázatnak a célja igazából szintén a magyarság tudat megerősítése és a nemzeti összetartozás megerősítése a diákok részéről. A pályázat címe 1945 A mi történetünk címmel indult el, amely szintén a II. Világháború eseményeire koncentrál. Több tanuló küldte el a pályázatát, a tanulók közül ebben a pályázatban szintén szép eredményeket ért el Kormos Bence 10. B-osztályos tanuló, illetve Marton Zsófi 10. A-osztályos tanuló, akik külön díjasok lettek. Kardos Krisztián pályabűnvének címe Trianon tragikus története volt, amelyben az 1945-ös eseményeket dolgozta fel, és az első díjat hozta el számára. Az én pályázatom Trianonnak a tragikus történetéről szólt, ami 1945-ös világháború után történt cselekmények, ami befolyásolta Magyarországot. Ugye a szovjet csapatok bevonulása, akik kiűzték a németeket, és ezáltal történt cselekmények. Sokat olvastál hozzá? Tehát korábban is érdekelt ez a kor, vagy most inkább csak a pályázat miatt mélyedtél ebbe bele? Korábban is érdekelt engem ez a kor, mert ugye a kedvenc témám úgymond az egész történelemben inkább az ilyen háborúsabbak, de leginkább így a II. Világháború. Ez a téma úgymond, nem azt mondom, hogy közel áll szívemhez, de nagyon szeretem, mert sokat is kutatok mindig, meg sokat nézem ezeket a történeteket, amik voltak, és... És akkor most ezeket az eseményeket összegezted, amit eddig összegyűjtöttél. Voltak benne családi személyes megszólalások is, vagy inkább csak amit olvastál, arra hagyatkoztál? Hát úgy leginkább, amiket olvastam, arra hagyatkoztam, de akit úgymond kiemelnek a családból, az papámnak a bátyja, aki harcolt úgymond benne, és ugye nem azt mondom, hogy elfogták, de egy táborba került, és úgy veszett életét. Tehát akkor ő neked első kézből adott ehhez információkat? Hát igen, igen. És mondjuk mit szólt ahhoz, amikor megkerested, és mondtad, hogy szeretnéd, ha egy kicsit mesélne erről a korról, ami azért számára biztos, hogy nem egy egyszerű történet volt? Hát örült is neki, meg nem is, mert ugye szívéhez szól, de azért örült neki, mert azért tudott az unokájának mesélni, ami volt régebben a rendszerváltás előtt. És akkor, amikor elkészült a dolgozatod, akkor megmutattad neki? Hát úgy nem mutattam meg, mert azért vártam, hogy milyen eredmény szül belőle, de így, hogy mondtam, hogy sikerült elsőjezést érnem, így megmutattam neki, és büszke volt rám. Lesz folytatás? Tehát lesz másik pályázat, amire majd elindulsz? Hanyadikos vagy most? 2. végzős vagyok. Hát lesz, mert még szeretnék ezekben úgymond mozogni, ezekben a körökben, meg tetszik is, hogy így tartalmakat kell gyűjteni ahhoz, hogy így tanulsz belőle, meg érdekesek is. És merre felé mész tovább tanulni? Hát úgy tovább, így az érettségit azt leszeretném tenni, és meg is lesz, optimista vagyok hozzá, és utána meg inkább így szakma felé irányulok, és azon belül is festőt szeretnék lenni, abba szeretnék elhelyezkedni. Hát akkor nem vonz az a történelem esetleg valamilyen vonalon? Hát úgy nem, de azért, hogyha van valaki megkérdez az utcán, vagy bárhol, például családon belül, hogy mi volt ez, meg az, szívesen segítek. Azért nem egyszerű most nektek érettségére készülni? Hát igen, nem egyszerű. Sajnos ez a vírus helyzet miatt így nagyon megállt úgymond az élet az iskolában, meg úgymond az egész világon, de így kicsit nehéz, de azért muszáj teperni, hogy meglegyen azért a jó jegy, meg a továbbtanuláshoz a szükséges alapok. Majzik Anna Dorottya külön díjat kapott Trianon tragédiája pályázatára. A végzős diák egy hónapig írta pályamunkáját könyvekből, könyvtárból, netről olvasott sokat a korról, az alapján összegezte gondolatait. A tanár úr keresett fel, hogy van egy ilyen lehetőség, és én azonnal éltem ezzel. Egy hónapig írtam körülbelül a pályamunkámat, könyvekből inspirálódtam, könyvtárba jártam,
és a netről kerestem cikkeket, ezeket átformáztam, és így született meg a pályamunkám. Nehéz volt beleélned magad ebbe a korban, vagy volt esetleg családban valaki, akitől esetleg tudtál valamit kérdezni, vagy nagymamák, nagyszülők meséltek-e még? Nem, én teljesen egyedül csináltam ezt az egészet, nem kértem segítséget, és hát nehéz volt, igen. Nekem személy szerint nagyon nehéz volt beleélni magamat. Egyébként a történelmi korokat nézem, melyik áll hozzád legközelebb? A Trianon tragédiája, és ez is volt a pályamunkámnak a címe. Tehát akkor ebben most jól beleástad magad. Te hanyadikos vagy? Én is végzős vagyok, mint Krisztián, most fogok érettségizni. És történelemmel esetleg kezdesz-e valamit? Nem, ez csak a gimnázium alatt. Mindig, amikor volt lehetőség versenyre, vagy pályamunkát készíteni, most is benne vagyok még 2 vagy 3 versenyben, aminek nagyon örülnék, hogyha sikeresen, tehát itt is eredményt tudnék elérni. És ezt csak a gimnázium alatt csináltam. És mennyire volt nehéz mondjuk, hogy ezek a versenyek egyrészt azért máskor is ilyen beküldéses kutatós volt, tehát amit előre kellett pályamunkákat írni, de egyébként mennyire nehéz, amikor online kell valamit elkészíteni, vagy nincs ott a zsűri, aki esetleg visszakérdez, segít neked, hogyha elakadsz? Hát nagyon nehéz volt, mert nem tudtam, hogy így mi a jó, és tanár úr nagyon sokat segített még így online is. Hát sokkal nehezebb, mint amikor iskolába járunk, mert akkor azért tud tanár úr segíteni, óra végén megnézi a pályamunkát, hogy hol haladok, esetleg mint javítsak, de hát egyedül is meg tudtam oldani, hál' Istennek. Gratulálok a külön díjathoz, és az online oktatásban mi most a legnehezebb számodra így érettség előtt azért néhány héttel? Köszönöm szépen. Hát a matematika nekem is, az sokkal nehezebb megérteni. Már tanulom a tételeket, tehát készülök az érettségire. Sokkal nehezebb, hogy nem az iskolában vagyunk, és magunktól kell felkészülni, de remélem, hogy sikeres lesz. És mondjuk osztálytársakkal cseréltek tételt, és akkor mindenki segít a másiknak kidolgozni, vagy összeültök online módon. Tehát ez hogy zajlik? Igen, megpróbálunk egymásnak segíteni, és szerintem halad is ez, tehát mindenki próbál mindenkinek segíteni. Én is az egyik unhelyesi osztálytársammal mindig össze szoktam ülni, és akkor tanuljuk a tételeket, és készülünk az érettségire, tavalyi példákat nézünk, meg az előző érettségeket, úgyhogy próbálunk készülni és segíteni is egymásnak. Honnan jött az elképzelés, hogy Abátszalókon egy tulipángárdent létesüljön? Kérdeztük a tulajdonost, Tódi Annát. Az alapötletük Tulipán Balatonról származik. Az alapötletünk a Tulip Garden Balatonról származik. Ugye Mátrai Zoltánék voltak az elsők, akik ugye létrehozták, megalapították ezt a tulipán hagyma szüretet, és ugye onnantól kezdve hozzájuk csatlakoztunk franchise-ként, és a Tulip Garden Tiszatót ugye az idejében sikerült létrehozni. 50 ezer tulipán hagymát ültettünk, illetve javítok majd 48 ezer x tulipánhagyma és narcisz jácin kíséretében sikerült elültetnünk az ősszel, amik most hál' Istennek ebben a jó időben végre az első igazi tavaszi jó időben valójában is virágoznak most már. A nyitás óta folyamatos az érdeklődés. Minél jobb az idő, annál többen jönnek. Folyamatos az érdeklődés, tehát nagyon azt gondolom, hogy szigorúan is kell nekünk venni, hogy foglalás szükséges ahhoz, hogy eljöjjenek hozzánk, mert rengetegen szeretnének jönni, hiszen a pandémiás helyzet miatt ugye már mindenki szeretne kimozdulni, és ugye itt kim vagyunk, szabad levegőn vagyunk, jó idő van, gyönyörű virágok mellett tudunk sétálni, tudunk szedni, tudunk fotózni, és erre már mindenki nagyon vágyik, és itt erre lehetőség van. Most Abátszalók környékén egész nyáron, egészen őszig komoly turistaforgalom van, amikor elvilágzik a tulipán. Lesz-e még valami más, ami ezt a területet és a kialakult infrastruktúrát hasznosítja? Ezt kérdeztük a tulajdonostól. Hogyha most elvirágzik a tulipán, akkor ugye tervezik a következő évi, tehát még több tulipánt szeretnénk a jövő évre vonatkoztatva, valamint egy kukorica labirintus fogunk létrehozni itt a nyári időszakban, rögtön itt a Tulip Garden Tiszató helyszíne mellett, ami pontosan a nyári időszakban lehet a vendéglátósoknak, illetve a turizmusnak, hogy egy plusz program lehetőség itt a Tiszató mellett, a Abátszalók mellett. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták.
Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!